boldog pillanat, hiszen egyre többen foglalkozunk informatikával. Úgyhogy köszöntöm képviselőtársamat, frakcióvezető helyettes asszonyt az informatika területén, és ajánlom egyben figyelmében, hogy az MSZP Gazdasági Bizottság alelnökével is érdemes egyeztetni, mikor egy új területre téved, hiszen érdekes módon homlokegyenest állította a saját pártja a bizottság ülésen, úgyhogy mielőtt minket megtámadna avval, hogy nem egyeztetünk a kormányzattal, szakértőkkel, és egyfajta kapkodás rívja fel a figyelmet, érdemes talán, hát most már egy kisebb frakcióban érdemes egymás között is egyeztetni. De azért biztos, ami biztos, hogyha már itt szakmai témákkal van szó, és informatikával is foglalkozik képviselő asszony, akkor azért felolvasnám azt a 4 pontot, ami miatt indokolt ez a módosítás. Tehát feltétlenül szükséges az informatika rendszerek folyamatos működtetésnek biztosítása, ami ugye az elmúlt 8 évben abszolút csak magánjellegű cégeknél történt, ami egy bődületes számot jelentett. A jogszabályban előírt feladatok határidőben történő teljesítése, ami ugye abból fakad, hogy az elmúlt 8-10 hónapban nem sikerült, és ez tény, nem sikerült minden egyes minisztérium háttérintézményének az informatikai adatbázisát, hogyha határidőket be akarjuk tartani, teljes mértékben átvenni állami kezelésbe. A jogszabályban előírt feladatok teljesítésére szükséges fejlesztések határidőben történő megvalósítása, és az időszakosan jelentkező adatfeldolgozási feladatok hatékony ellátása miatt szükséges bevonni egy rövid ideig, bízunk benne, külső segítséget. Úgyhogy bízom benne, hogy a szakmai vitán következő részében erről is fogunk tudni értekezni Lamper képviselőtársammal. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszállással megadom a szót Lampert Mónika képviselőasszonynak, MSZP. Öné a szó. Köszönöm szépen. Csak azt szeretném világosá tenni, képviselő, az, hogy ön hogyan értékeli az én eddigi politikai karriermet, ez természetesen az ön szíve joga, és ezt, ha erre pazarolja a dága tárgyalási időt, ez is a szíve joga. Nem ezért kértem szót, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ez a mostani tárgyalás, meg ez a szituáció, amiben vagyunk, ez mint csebben a tenger, benne van a Fidesz egész hozzáállása mindenféle ügyhöz. Egyszer hirdetnek valamit hihetetlen hangosan, természetesen az elmúlt 8 év ekézése ennek a fő vonulata, nagyon magabiztosan hirdetnek valamit, majd utána fél év múlva, egy év múlva 180 fokos fordulat, mert rájönnek, hogy valamilyen más érdek miatt máshogy akarják ezt csinálni. Szeretném világossá tenni, hogy az adatvédelem a Magyar Szocialista Párt közjogi munkájában egy fontos terület. Itt tudnánk támogatást adni egy olyan törvényhez, ahol van törvényes garancia arra, hogy úgymond a nemzeti adatvagyonnal csak úgy lehet bánni, meg azt úgy lehet felhasználni, hogy az a Magyar Köztársaság állampolgárainak garanciát adjon. De ebben nem ez van, hanem ebben az van, hogy meglehetősen felületes és zavaros feltételek esetén a miniszter majd eldönti. Na most ez minden, csak nem jobb biztonság. Ehhez képest, hogy ön itt viccelődik, én velem századrangú. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszállással megadom a szót Józsa István képviselőnek, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr. Azért kértem szót 2 percben, hogy biztosítsam alelnöktársamat a Gazdasági Bizottságban, hogy teljes összhang van Lampert Mónika és köztem, ugyanis ő olvasta annak a bizottsági ülésnek a jegyzőkönyvet, amire alelnök úr a mondókámat csak az első felére figyelt, amikor én üdítő kivételnek neveztem a kormányzati munkából az államtitkárság tevékenységét, és ahhoz képest éltem igen éles kritikával a jelen előterjesztést illetően, ami képviselőasszony érvelésével összhangba semmiféle garanciát nem nyújt pont azokra a célokra, amiket a Fidesz kormányzat a korábbi előterjesztésben nagyon helyesen megfogalmazott. Tehát igazából a probléma ezzel az előterjesztéssel a distancia a korábbiakhoz képest, az államtitkárság működésének egyéb általam pozitívnak ítélt eredményeihez képest, meg a jelen előterjesztés teljes esetlegességes végéhez képest. Tehát
még azt a vicces szóhasználatot is említettem, hogy nem akarom most sértően mondani itt a nagy nyilvánosság előtt, csak a dolognak a népi jellege az úgy szól, hogy a későn megjött ész még mindig jobb, mint hogyha soha nem jött volna meg, úgyhogy ezt a egyszerű mondást ajánlom most az előterjesztők figyelmébe. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalással megadom a szót Nyitrai Zsolt államtitkár úrnak. Könni a szót. Tisztelt Országgyűlés, köszönöm. Valami. Opciója erre késztetett. Csak a jegyzőkönyv kedvéért, mert hogy képviselő asszony is a jegyzőkönyv kedvéért többször tett megjegyzéseket. Az elmúlt pillanatban Koszorús képviselő felszólása alatt lejátszódott az a párbeszéd ön és Józsa képviselő úr között, hogy amikor képviselő úr felvetette, hogy dolgozott-e miniszterasszony ilyen területen, akkor Józsa képviselő úr mondta, hogy igen, belügyminiszter volt, és hogy ott voltak adatok. Nos, hát szeretném elmondani a jegyzőkönyv kedvéért, a legtöbb adatkiszervezés a belügyminisztériumban az ön minisztersége alatt történt, kedves képviselőasszony, úgyhogy üdvözlöm a nagy adatkiszervezőt ebben a mai vitában. Rendkívül hiteles az ön hozzászólása minden tekintetben. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt Országgyűlés. Folytatjuk az előre bejelentett hozzászólások sorát. Megadom a szót Sön Péter képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportjából. Köszönöm a szót, elnök úr. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvény elfogadását a Jobbik is támogatta. Üdvözöltük, mert fontosnak tartottuk, hogy az állam végre saját kezébe veszi feltai ellátását, és nem különböző esetenként haveri, baráti cégeken keresztül látja ezt el. Ezzel komoly plusz költségeket okozva és biztonsági kockázatot okozva. Mindannyian emlékezhetünk a 2010-es választási kampány egyik sláger témájára, az EBSK Kft. Ügyére. Ennek során a magyar választási rendszert fejlesztő cég rejtélyes körülmények között került egy marokkói állampolgár tulajdonába, és ezzel együtt a választási rendszer szoftverkódja, és annak dokumentációja is. Az ügy egyik pikantériája, hogy a vevő Basil Mohamed a magyar idegenrendészeti nyilvántartás szerint még csak nem is járt soha Magyarországon, tehát nem túl valószínű, hogy ez a cégeladás ilyen formában történt, ez egy cég fantomizálás volt, és ennek során elég komoly biztonsági kockázat keletkezett a magyar választási rendszerben. A törvény részben ennek tapasztalata alapján írhatta elő, hogy a jövőben állami adatkezelést és fejlesztést csak állami szerv, vagy 100%-os állami tulajdonban lévő cég végezhet. A most tárgyalt törvényjavaslat ezt a fontos elért eredményt teszi zárójelbe. Az indoklás szerint ennek oka a szükséges személyi vagy tárgyi feltételek hiánya. Természetesen a Jobbik is fontosnak tartja, hogy a működőképesség fennmaradjon. Erre azonban van más megoldás ennek a biztosítására. Az egyik, ennek kapcsán egy módosító javaslatot is benyújtottam, hogy az állam továbbra is a fejlesztés és saját maga lássa el. Ez egy szükséges garanciális elem véleményem szerint. A másik pedig az, hogyha valóban fennáll ilyen tárgyi személyi feltétel, akkor adjunk egy határidőt a kormány részére, amely alatt a szükséges és hiányzó tárgyi vagy személyi feltételeket meg tudja teremteni. Előterjesztő részéről Koszorús Lászlóval egyeztettem erről, és ő azt jelezte, hogy előfordulhat véleményük szerint körülbelül egy fél év alatt megteremthető a szükséges feltétel. Ez konkrétan a nemzeti adó és vámhivatal esetében volt. Tehát módosító javaslatomban azt javasoltam, hogy a kormány részére adjuk felhatalmazást, illetve az illetékes miniszter részére, hogy 2011. december 31-ig terjedő hatállyal erre mentességet adhasson. 2012-től viszont én úgy vélem, hogy egy éves határidő volt arra, hogy a kormány felkészüljön erre a feladatra, a szükséges rendszerfejlesztéseket elvégezze, ha szükséges a személyi állományt ehhez megteremtse, és végre az állam maga kezelje a saját adatait, és maga gondoskodjon ezeknek a biztonságáról.
Képviselő asszonynak az aggodalmán egy picit elmosolyodtam, ugyanis az említett EBSK Kft. Ügye, meg a többi adatkiszervezés valóban az ő időszakára esik. És talán ne felejtsük el azt, hogy a kormányváltás után 2002-ben a megyesi kormány volt az, amely minden állami nyilvántartásban kezelt adatról más adatot készített, és ezeket különböző vicces körülmények között esetenként papírdobozban és szívben tárolták. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik. Schiffer András képviselő úr, az LMP képviselőcsoportjából. Önnél a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés. Annak idején, tavaly ősszel, amikor a parlament elfogadta a 2010 évi 157. törvényt, tehát a Nemzeti Adatvagyon törvényt, aminek a módosítását látjuk, az LMP is támogatta ezt a törvényjavaslatot, mi is megszavaztuk ennek a törvénynek az elfogadását. Itt a jobbikos képviselőtársamhoz hasonlóan én is csak utalni szeretnék arra, hogy természetesen mi is láttuk, hogy jó oka volt a kormányzatnak előterjeszteni ezt a törvényjavaslatot, hiszen a megelőző időszakban, lásd ez a bizonyos IDOM ZRT-s ügy, ahol egy Basir Mohamedről mai napig nem tudjuk, hogy kicsoda, számtalan olyan anomáliát vetett föl, ami komoly aggodalmakat ébresztett abban a tekintetben, hogy a polgárok személyes vagy éppen különleges adatai milyen kézbe kerülnek. Tehát azok az adatok, amiket jogszabály alapján, törvény által elrendelten ad át a polgár, vagy éppen nem is ad át, hanem tart nyilván róla az állami szerv. Ez a törvény, aminek a módosítását itt most képviselőtársaim javasolják, ez egy horizontális törvény, horizontálisan teremt egy normativitást abban a tekintetben, hogy az államigazgatás teljes rendszerében kizárja azt, hogy az IDOM ZRT-s ügyhöz hasonlóan ki lehessen szervezni a nemzeti adatvagyont különböző vállalkozásokhoz. Ehhez képest az a törvénymódosítás, amit most a képviselőtársaim beterjesztettek, pontosan ezen a normativitáson üt léket. Lehet azt mondani, hogy ez kivétel, csak egyet tudjunk, hogy egy ilyen kivétel, főleg amikor meglehetősen, hogy finom legyek, homályosak ennek a kivételezésnek a kontúrjai, ez pontosan azt a célt számolja fel, amiért a parlament novemberben magát a törvényt elfogadta. Azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen viccet csinálnak magából az alaptörvényből, hiszen erre a Nemzeti Adatvagyon törvényre pontosan azért volt szükség, hogy ne legyenek úgymond idézőjelben szabályt erősítő kivételek. Azt lássuk, hogyha gyakorlatilag egy miniszternek partalan jogköre van abban, hogy nemzeti adatvagyonhoz tartozó adatelemeket kiszervezhet különböző magáncégekhez, akkor tulajdonképpen ennek az őszi törvénynek ég egy adta világon semmi értelme nem volt. Éppen ezért én már most szeretném jelezni, hogy az LMP képviselőcsoportja abban az esetben tudja támogatni kizárólag ezt a törvényjavaslatot, hogyha négy ponton nagyon komoly garanciát raknak a miniszteri jogkör mellé. Az egyik az nyilvánvalóan egy időbeni korlátozás, tehát hogy ne bármekkora időre szervezhesse ki a miniszter ezt az adatkezelést, mi egy 2 éves időtartamot javasolunk, a másik pedig, hogy erre is csak akkor legyen lehetőség, hogyha egyáltalán a feladat nem a határidőben való teljesítése, ha a feladat teljesítése nem lehetséges egy ilyen külsős közreműködő nélkül. És még valami, kizárólag abban az esetben tartjuk elfogadhatónak egy ilyen kivételezés, egy ilyen diszkrecionális kivételezésnek a lehetőségét, hogyha egyébként a kormány az elektronikus közigazgatási operatív program terhére egyébként már a felmentéssel érintett informatikai rendszer fejlesztésére forrást elkülönített. Magyarul van garancia arra, hogy egy záros időn belül, tehát egy 2 éves időtartamon belül az állam, a hatóság olyan helyzetbe kerül, hogy már ne legyen szüksége külsős közreműködő igénybevételére. Igen, miután mi is azt gondoljuk, hogy egy külsős közreműködő igénybevétele a nemzeti adatvagyon bármely elemének a kezelésénél, ez semmiképpen sem tekinthető egy egészséges állapotnak. A másik két garancia, amit fölvetnénk, az egyik az az, hogy kizárólag olyan adatbázisok tekintetében legyen erre lehetőség, amelyek már a törvény hatályba lépésekor léteztek. Tehát magyarul innentől kezdve a kormányzat, a hatósági szervezetrendszer csak olyan adatbázisokat alakítson ki,
amelynek a kezelésére egyébként nincsen szükség külső segítségre. Másrészt nagyon fontos garancia, és pontosan a választási informatikai rendszerrel kapcsolatos ilyen sivatagi közreműködő esetéből tanulva, hogy amennyiben meg is bíz az állam ilyen külső közreműködőt, az teljesítési segédet ne vehessen igénybe. Ne lehessen ezt a feladatot aztán tovább ruházni olyan szereplőkre, akiknek az üzleti háttere, kapcsolatrendszere, tehát finoman szóval nem tisztázott, ráadásul komoly nemzetbiztonsági aggályokat is felvethet. Tehát először is időhatárba kell szorítani az ilyen jellegű egyedi felmentéseket. Kettő, világossá kell tenni, hogy csak és kizárólag akkor van lehetőség ilyen felmentésre, hogyha egyébként a feladat teljesítése, nem egyszerűen a határidőben való teljesítése, a feladat teljesítése egyébként nem várható el az állami szervtől. Három, erre is csak akkor legyen lehetőség, hogyha egyébként az állam biztosítja azt, hogy a záros, mondjuk 2 éves időhatáron belül adottak lesznek a pénzügyi feltételek arra, hogy az állam visszavegye és saját kézben folytassa ezt az adatkezelést. Ezen kívül pedig, hogyha világos mondás van arról a törvényben, hogy az ilyen kiszervezéseknél a magáncég további teljesítési segédet igénybe nem vehet, és nyilvánvaló, hogy az állam innentől kezdve csak olyan adatbázisok gyártásába fog bele, ahol egyébként a kezelés, az adatkezelés feltételrendszere magán az állami szerven belül adott. Én nagy csodálattal nézem, hogy a fideszes képviselőtársaim, hát most például ugye Koszorús képviselő úr és hát Lázár János, aki hát ugye minden egyes törvényhozási tárgynál nagy kedvel jön elő különböző törvényjavaslatokkal, ilyen szigorúan követik nyomon az egyes jogszabályoknak az érvényesülését a kormányzaton belül. Mégis azért fölvetődik bennem a kérdés, hogy akkor, amikor már van egy bő egyéves kormánya az országnak, akkor ilyen típusú törvényjavaslatok miért nem a kormányzattól, miért nem a minisztériumtól érkeznek be a ház elé, hiszen azt, hogy mondjuk egy új törvénnyel kapcsolatban adott esetben milyen problémák adódnak, hát ezt leginkább maga a kormányzat, illetve az illetékes tárca tudná megmondani. Tehát ez újfent egy kérdés azok után, amikor például pár nappal ezelőtt Sebestyén képviselőtársunk egy komplett termékdíjtörvénnyel állt elő. Ez is egy kicsit vicces, hogy akkor, amikor több mint egy éve működik az új vidékfejlesztési minisztérium például, akkor miért nem a vidékfejlesztési minisztériumban készülnek elő ilyen törvényjavaslatok, és ugyanígy ez a most előttünk fekvő törvényjavaslat esetében is, hát legalábbis érdekes, hogy miért nem a fejlesztési tárca teszi ezt meg. Ez két szempontból érdekes, pontosan tudják önök is, hogy amennyiben a kormányzattól érkezik egy ilyen előterjesztés, akkor a jogszabály előkészítésének a nyilvánossága, illetve a részvétel a jogszabályok előkészítésében legalábbis előírásra került, így ezeket a szabályokat meg lehet kerülni, másrészt pedig a jogszabályok minősége, én azt gondolom, hogy egy jól működő kormányzat, egy jól működő demokrácia esetében akkor garantált, hogyha az ilyen jellegű törvényjavaslatokat egyébként a kormány készíti elő és terjeszti a ház elé. De mondom, végezetül és összefoglalva, ahhoz, hogy egyáltalán értelmes legyen hatályban tartani magát ezt a Nemzeti Adatvagyon törvényt, és azért, hogy ne csak egy porhintés maradjon meg az emlékezetben, hogy novemberben a Fidesz ezzel kívánt az IDOM ZRT-s botrányra reagálni. Múlhatatlanul fontos, hogy itt az önök által beterjesztett törvénymódosításhoz ezt a 4-5 garanciális elemet építsék be. Ha ezt nem teszik meg, egész egyszerűen értelmetlenné vált az a munka, amit a parlament elvégzett egyébként nagyon helyesen tavaly novemberben. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Megkérdezem, kíván-e még valaki a vitában felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem, Koszorús László képviselő előterjesztőként kíván-e válaszolni az elhangzottakra? Igen, megadom a szót, képviselő. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Kifejezetten örülök annak, hogy voltak szakmai típusú hozzászólások ellenzéki pártok részéről, mint a Jobbik, mind az LMP szakmai javaslatokkal, sőt módosító javaslatokkal élt. Úgy gondolom, hogy ez egy szakmai típusú kérdés, és bízom benne, hogy a részletes vitában majd tovább tudjuk folytatni ezt a szakmai vitát, és ezek a módosító javaslatok bekerülnek a következő időszak törvényhozási folyamataiba.
ellentétben ugye Lampert Mónikával, aki inkább csak politikai lapon próbált felkeveredni az informatika területére. Úgy gondolom, hogy ezek a szakmai javaslatok igenis megfontolandók, és hát én bízom abban, hogy Schiffer képviselőtársamnak az az agálya, hogy egy önálló képviselői módosító indítvánnyal éltem, az őt nem zavarja, hiszen alapvetően, vagy nem fogja a jövőben zavarni, hogyha hasonlóképpen fogok ténykedni, hiszen úgy gondolom, hogy azért vagyunk itt az országgyűlésben, hogy a törvényeket módosítsuk, a törvényeket jobbá tegyük annak érdekében, hogy az állam, illetve az állampolgárok elégedettebb legyenek talán a mi munkánkkal. Nem gondolom azt, hogy csak a minisztériumoknak és csak a kormánynak van lehetősége módosító javaslattal élni, mint ahogy ön is módosító javaslattal él, mint megválasztott képviselő, így a jövőben erről a fajta szokásomról nem kívánok lemondani, de örülök annak, hogy emellett szakmai típusú javaslatokkal is előállt, ellentétben az elmúlt 8 év hatalom megtestesítőivel. Úgyhogy köszönöm a lehetőséget, és bízom abban, hogy a részletes vitából ugyanígy szakmai alapon tudjuk folytatni a munkánkat. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, az általános vitát lezárom, mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik a privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a kormány általi felülvizsgálatáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája a lezárásig. Nagy Andor és Pálffy István KDNP, Papcsák Ferenc Fidesz képviselők önálló indítványát új számon H/3345, a bizottsági ajánlás pedig H/3345/1 és 2-es számon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik, megadom a szót Pálffy István képviselő úrnak, a napi rendi pont előadójának. Önné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. 27 milliárd forint. 27 milliárd forint a kolontári katasztrófai mostani szaldója, és még több is lehet. Ez az a 27 milliárd forint, amely elsősorban ezt az országgyűlési határozati javaslatot életre hívta, amikor 2010. október 4-e után Nagy Andor és Papcsák Ferenc képviselőtársammal elkezdtünk gondolkodni arról, hogy milyen intézkedéseket kíván, és milyen kezdeményezéseket kíván ez az országgyűlési képviselők részéről. A gondolkodás nem volt egyedülálló, hiszen több képviselőtársunk az LMP soraiban, vagy a Jobbik soraiban fogalmazott meg ennek a katasztrófának a kapcsán különböző javaslatokat, országgyűlési bizottság fölállítására, vagy törvényjavaslat formájában. Ez a mi javaslatunk egy a sok közül, vagy egy a több közül, és jól beleilleszkedik ebbe a sorba. Engedjék meg, hogy a tartalmi bemutató és az indoklás előtt még néhány szóban ezt a 27 milliárd forintot részletezzem, illetve a dolgok mai állásáról egy gyors beszámolót adjak, hiszen ez támasztja alá leginkább ennek a javaslatnak az indokoltságát. Tehát ugye emlékeznek rá, hogy is ne emlékezhetnénk, hogy a ma a ZRT Ajka melletti egyik iszaptározójának a gátja tavaly október 4-én szerencsére déli időben nappal átszakadt, és 1 millió köbméternyi vörös iszap ömlött ki. Az áradás akkor 3 települést, Devecsert, Kolontát és Somlóvásárhelyet elöntötte. A szerencsétlenség következtében 10 meghaltak, több mint 120 megsérültek, és veszélyhelyzetet kellett kihirdetni Veszprém megyére vonatkozóan, amit a kormány egészen június 30-áig meghosszabbított, és ez egyébként a helyreállítás dátumának határideje is, közelgő határideje is. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság összesítette a költségeket. Most úgy állunk, hogy a védekezési, helyreállítási és újjáépítési feladatok ellátásáról a tárcákra vonatkozóan közzétett összesítés szerint
várhatóan több mint 27 milliárd forint lesz a védelem, a katasztrófavédelem, a vidékfejlesztési minisztérium és egyéb szervezetek, tehát a honvédelmi minisztérium, rendőrség, önkormányzatok és a többi résztvevő által összegzett költsége. Idén eddig április végéig 12,5 milliárd forintot már kifizettek. A legnagyobb tételt éppen a mentesítést koordináló vidékfejlesztési tárca és a földterületeknek a vörösiszaptól való mentesítését, megtisztítását elvégző cég kapta. A katasztrófavédelem összes költsége több mint 5 milliárd lesz, ebben persze hál' Istennek már benne van a károsultak lakás vásárlására, kárenyhítésére és az új lakóparkok építésére fordított pénzösszeg. Ez az új lakópark egyébként közel 3 milliárd forintot igényel. És összesen további 14,5 milliárd forint várható költség szerepel az igények között, ami a további tisztítás költsége lesz döntő részben. És akkor még nem említettem az ügyvédi díjakra, kárbecslésre, a katasztrófa károsultjainak bútorvásárlására szánt 370, illetve 625 millió forintot, és a kárenyhítésre szánt további 200 milliót is, ami ismét összességében nagyjából 1 milliárdos költség. Tisztelt képviselő társaim, ez a 27 milliárd forint borzasztó sok pénz, és ez az, ami a körülményeket figyelembe is véve előhívta ezt a javaslatunkat. Arra tekintettünk, hogy az elmúlt években egyre több olyan ügy került nyilvánosságra, emellett a nagy tragédia és nagy kár mellett, amelyben látható volt, hogy a privatizált állami vagy önkormányzati vagyon új tulajdonosai nem fordítottak elegendő pénzt a vagyonértékesítési szerződésekben előírt környezetvédelmi vagy természetvédelmi feltételek biztosítására, vagy esetleg ilyenek nem is voltak ezekben a bizonyos privatizációs szerződésekben. Tehát nem egyszer figyelmen kívül hagyták azokat, vagy nem fordítottak kellő figyelmet erre, illetve esetleg nem is kellett ilyennel élniük, mert megengedték azok a privatizációs szerződések, hogy ezekre költséget ne fordítsanak. Egyébként ugye ilyen elsődleges szakvélemények fogalmazottak meg a kolontári eset kapcsán is. Az ökológiai katasztrófa okát valahol itt ebben az összefüggés rendszerben kell keresni. Ezért szükséges tehát az elmúlt két évtized privatizációs gyakorlatát ebből a szempontból megvizsgálni, az állami és az önkormányzati tulajdonra is, és elsősorban a további környezetvédelmi és természetvédelmi károk elkerülése véget is, illetve, hogy ennek a határozatnak az eredményeként az indokolt helyzetben a hatóságok meg tudják tenni az indokolt lépéseket ezeknek a katasztrófáknak a megelőzésére, intézkedni tudjanak az elmaradt pénzügyi vagy tárgyi teljesítések behajtásával és érvényesítésével kapcsolatban. A vizsgálatot különösen indokolja, hogy mindkét vagyoni csoport értékesítése esetében ugye nagyrészt azért végezték, vagy végezhették el olyan alacsony áron, a piaci árnál jóval alacsonyabb értéken a privatizációt, mert éppen az ilyen jellegű természeti és környezeti kárelhárítás az ilyen a biztonságot szolgáló és a környezet kímélő beruházások vállalása volt a szerződések egyik garanciális eleme. Ha pedig az volt, akkor annak úgy kell lennie a szerződések teljesítéséhez, ha azok ilyen alacsony áron köttettek, ez hozzátartozik. Tisztelt képviselőtársaim, az önök előtt fekvő országgyűlési határozati javaslat tartalmilag tehát ezt a privatizációs szerződési kört határolja körül, amennyiben megadja azoknak a kezdő és végidőpontját, a megkötésüket illetően.